Sziasztok! Ez a könyvpáros 97. adása Gepivel. És Rékával. Azért lassan el kell gondolkodni a századikon, hogy akkor mi lesz. De még nekem nem a most. századikról mindig a 100 éves a mozi jut eszembe, ami a Szabó Istvánnak egy ilyen tévéműsora volt. Nem mindjárt mondott, hogy mikor volt. Én a 97. adás kapcsán gondolkodtam azon, hogy mi volt 97-ben, de az a tévéműsor sorozat, az még 97 körül volt, de lehet, hogy még egy kicsivel korábban. Én azt nem tudom belőni időben. Én ezt nem... Mert az nem biztos, hogy akkor volt kereskedelmi tévé, de lehet, hogy az már volt kereskedelmi tévé, mert arra emlékszem, hogy az RTL Klub, amikor indult, és azok ilyen 97 körül indultak, akkor úgy indult, hogy rengeteg fekete-fehér és magyar az filmet zseniális időszak volt. Én vettek az meg és megnéztem. Adtak le. Igen. És abban az időszakban egyébként illeszkedett. Szóval nekem a százasról mindig ez jutott eszembe, és azért is jutott az is jutott eszembe még, hogy ott a apukám mondta azt, hogy a legrosszabb filmekhez is olyan étvágyat tudott csinálni a bevezetőjével, hogy még azokat is megnézte, és azokat is lehetett élvezni. Úgyhogy így. Jó van. Úgyhogy ez nekem a századik, majd elgondolkodunk azon, hogy a századik adáson mi történjen. Hogyha van valami ötletetek, akkor írjátok meg a könyvpároskukac@gmail.com-ra, vagy a Twitteren, vagy bárhol máshol, amit megtaláltok az epizód leírásában. Jó. Viszont a mai téma az örkény egypercesek, az utána lévő témánk pedig Gerlóci Márton Fikció 2, azon belül is az Örvény című könyve. De előtte még beszéljünk arról, hogy voltunk kint a könyvhéten. Igen. Igen, mert most egy kicsit elbúzantalatom, de a könyvfesztivál volt régen a Millenárison. Ez a könyvhét. És a könyvfesztivált azt jobban szeretjük. De azon már még régebb óta igen. Nem voltunk. És divatos szóval, de már teljesen elcsépelődött szóval bookholt is fogunk tartani. Végignézzük, hogy mi az, amit vettünk, és jó. Miért. Kezdjük ezzel? Kezdjük ezzel, bár szerintem jobb lett volna így a kontextustól, de... Akkor helyezd kontextusba a könyveket, amiket... Nem akarom, csak magáról a könyvhét jelenségéről, hogy ez még így mindig így létezik, meg van. De... Ez egy bejáratott brand, szerintem. Igen, meg mindenki tudja, hogy van, és az írók a kis... Vásár. Igen, és az írók is a kis műanyag székeken ülnek, a műanyag ezeket, tehát ez nem változott, szerintem a 90-es, 80-as évek óta ugyanaz történik, ugyanaz van. Szerintem jobb minőségűek a pultok, meg szebb jó, terítővel nyilván, vannak letakarva az asztalok. Csinálnak egy ilyet, de hogy ezen nem változtat az a formátum, hogy ott van egy író, aki várja azt, hogy valaki oda menjen hozzá és dedikáljon, és vannak írók, akinél meg olyan hosszú a sor, hogy csak na. Jó, de azok az írók, akiknél olyan hosszú a sor, azok hát minden nap vannak, hárman, négyen, öten. Hát nem tudom. Szerintem Magyarországon nagyjából ilyen 50 író van, akinél hosszú a sor. Mondjuk a Munk Veronikánál borzalmasan hosszú sor volt tavaly, és arra nem gondoltam volna. Nem tudom, hogy ezek mi alapján, meg hogy vannak, de... De utólag visszagondolva teljesen logikus, hogy ott ekkora hatalmas sor van. Már nem tereksz főszerkesztő társ helyettes. Nem. Most összekeverem a kettőt? Szerintem igen, vagy lehet, hogy én kevertem össze, és most mindenki ordít a tévében, meg a villamoson, a fülhallgatójába. Én a Boribon szerzőre gondoltam. Az Marék Veronika. Marék Veronika. Az Marék Veronika. Nem is tudom, hogy akkor honnan jó, jött. Hát a gyerekim szerzők az megint egy más dolog. Tehát az egy ilyen... Az megint egy külön kassz szerintem azon jó. A dolgom. Akkor miután beírtam egy fekete pontot magadnak, menjünk is tovább a többi szerzőre. Jó. Ugye mi alapvetően azért vannak olyan kiadók, akiktől szoktunk vásárolni,
azért mi nem vagyunk ezek a könycsemegéző alkatok, hogy hú, itt van egy ilyen kiadó, amit még soha nem láttunk, nézzünk meg, hogy mit csinál. Egyrészt már limitált időnk van, az elmúlt két évben azért tudtunk ki látogatni így, mert a testvérem mindig eljött velünk, és ő meg addig lefoglalta a két gyereket, és azért tudtunk körbenézni, azért nem is mentünk a tehát ezért is mentünk a kedvencekhez, és mi, amit meg szoktunk nézni, az az agave, a gabú, a tipotex, a szkolár, a magvető, és nagyjából itt egy, még ezt a 21. századnak a kutyát megcsodáltuk, hogy szép, meg minden, de ott ugye a könyveket annyira nem néztük, és nagyjából ezek az, amiket így mindig megnézünk. Meg mindig megnézem az aktuális Sumér Magyar Könyvkiadónak a aktuális hátrafelé nyilazó regényeit, meg tudományos műveit, ismeretterjesztő műveit, de hogy igen, ennyi. Nem szoktunk máshova. De hát ezektől a kiadóktól is veszünk, Helikon, de Helikonra nem is emlékszem, hogy hol volt. Nem, Helikonhoz nem mentünk már tavaly se. Szóval, hogy alapvetően ezeket szoktuk azért nézni, vannak írók, akiket nézünk, ugye a szkolárhoz tavaly a Cakó Zsófia és Gerlóci Márton miatt mentünk, most az Elefánt zenekarnak a frontemberre dedikáltott valamiét, de azt én nem ismerem. A Tipotexnek szeretjük ezeket a modern sci-fi tudományos, fantasztikus ilyen-olyan. Meg kéne nézni, hogy ez a sorozat hol áll, már fogalmam sincs, hogy mi jelent meg belőle. Lehet, hogy már vége is van annak a sorozatnak. Szerintem már annak vége van ilyen szempontból. Úgyhogy mindenhol van valami, amit így szoktunk megnézni, és úgy alakult a dolog, hogy a Dávid, te voltál a felkészültebb kettőnk közül, tehát a Dávidnak voltak ötletei listája, hogy ő mit szeretne így megvenni. És abból a listából nagy részét meg is vettük. Igen, azok mint idős fehér férfiak voltak. Mondjuk azért Magyarországon nagyon nehéz, hogyha idős férfi vagy, akkor nem vagy fehér. Az úgy mutatvány. Igen, mert amióta a Csóri meghalt, azóta már románk sincs, tehát igen. Aki egy ilyen izén lehetne. Csoli, nem Csóri, Csoli. Igen, az más. Szóval, igen, majd kicsikét eltévesztjük a neveket, semmi gond, altatás, meg minden után vagyunk, kicsit későn. Igen. Na mindegy, szóval idősebb férfiak könyvei voltak a Dávid listáján, javítom magamat. Hogy ellensúlyoztad őket fiatal igen. Nőkkel. Ezt melyik standon tettem? Mert a magvetőnél vettük az idős férfiakat. Szerintem ők mind gabósok. És utána, biztos, és sőt, utána biztos, a gabót vettük. Mert Kleinheinz Sillát vettünk, és aztán Moskát még egy moskátanitát, amit aztán kölcsön is adtunk, de azt a kötetet is a Kleinheinz Silla szerkesztette. Úgyhogy biztos, hogy a gabónál voltunk, ha csak nem valami olyan dolog történt, amikor kifordult a téridő a sarkaiból. Ugye a Kleinheinz Silla könyvéről már beszéltünk itt. Hát az egyikről. Egyik könyvéről, az Onomárdőről. Sőt, az trilógia. Igen, még mi annak csak az első részét olvastuk. Azt te tovább akarod olvasni? Nagyon, ez nekem tetszett. Nekem az tetszett az a könyv. Én is. Nagyon sok olyan trilógia meg ciklus van, amit elkezdtem, és így még vár arra, hogy lekerekítsem. Szerintem nekem a legjobban ez a Megkövölt ég volt, az az egyetlen, amit ezen kívül nem fejeztem be. Meg a Tér királynője, de azt mondtam, hogy nem is fogom, mert az nem tetszett. De hát az jó, de az más. Jó, szóval ugye őket vettük, megvettünk, amiben meg tudtunk egyezni, hogy akkor ki legyen a Dávid listájáról, amit én is mindenképpen akartam, a Milbachia Robert Keserűvíz, mert nekem az előző könyv az nagyon tetszett. Előző előtti, mert azóta előző kiadott egyet. Igen. Biztos szültem. Lehet. Mert nekem az, akkor a legelső könyv az nagyon a tetszett. A második. Mi az? Az is a második volt? Az is a második volt, mert az első angyali, nem emlékszem a címére, de azért Markó díjat kapott.
és utána a Lélek nyavaják már a második regénye volt. Ne! Én azt hittem, hogy az volt az első regénye. Nem. Na hát, mit történnek itt? Már egy veterán Margó Díjas volt, amikor olvastuk először. No, mindegy, tehát nekem tetszett az a könyv, és tetszett, ahogy ő írt, tetszik ez a soha be nem fejeződő mondat stílus, hogy így mondom, és hogy így fura helyekre jutok el. Az 97-ben nagyon menő volt, az iskola újságban akkor úgy írtam. De szerintem vannak témák, aminek ez jól áll. Igen. És ő olyan témákkal foglalkozik, szerintem, ami... Ezen kívül vettünk Krusovszki Dénes új könyvet. Igen. És vettünk... mi a harmadik? A Nádasdi? Igen. A Nádasdi. Az új Nádasdi. Szóval ilyen új könyvek egyszerre. Nem volt még valami? Olyan hiányérzetem van. Nem, mert akartál... A Moskát Anita, csak azt így mondtuk és belefűztük a Kleinherz Csillával együtt. Igen. Úgyhogy azokat igen. Így. Rengeteg mindent lehetett volna még vásárolni, most ezeket vettük meg. És nem vettünk 1000 forintos, meg 500 forintos könyvet a pörgős polcról. Mert már nem veszek ilyet, mert már régen nagyon sok ilyet vettem, és van, amiben nagyon-nagyon jót. Van a Körösi Zoltánnak van ez a milyen a magyar női mell, vagy velem, ez egy 500 forintos ilyen könyvfesztiválos dolog volt, és borzasztóan tetszett ez a könyv. Tehát vannak ilyeneim, de van, amikor mellé fogok, meg hát itt, tehát van pár dolog, ami így elég. Igen, meg én azt vettem észre az utóbbi időben, hogy nem tartunk teljesen lépést a friss kiadásokkal, és azért is tetszett, hogy vagy kifejezetten könyvhétre, vagy nem régen megjelent regényeket vettünk most. És soha nem fogunk tartani lépést, tehát azért nekünk nem az a munkánk, hogy egész nap olvasunk. Nem. Jó, Netflix sorozatokkal sem tartunk lépést. Semmivel sem tartunk lépést. Ha már erről beszélünk, én egyetlen sorozatot akarok most megnézni, mert már annak egyszer megnéztem az első évadát, aztán abba hagytam, az az Utódlás. Jó, én csak be szeretném fejezni az Andort, meg a Mandalorit. A Mandalorit befejezem, mert az Andort nem. Jó, azt akkor majd nézem egyedül lévő estén. Pedig nagyon szeretem azt a színészt, aki a címszereplő, de engem az nem fogott meg. Az olyan, mint a Rubikon, ahhoz is kell a megfelelő hangulat. Én valahogy így képzelem el tényleg a képeket. Lehet, nem tudom, majd meglátjuk milyen szempont. Beszéljünk-e az elefántról elefántról a könyvesboltban. Hát, te most mondd meg, Dávid, most őszintén, amikor már egyszer kisebbségi tulajdonosok lettek, nem ez volt a cél. Tehát, hogy nekem amikor már ott meg volt, hogy ők megveszik a Librit, ez idők kérdése volt. Én nagyjából kicsit hamarabb gondoltam, hogy ez meg fog történni, ahhoz képest még szerintem egész lassan darálták be ezt a dolgot. Itt, ugye az MCC igen. Megvette a Librit. Igen. Igen. És elsősorban itt, ami nagyon fontos, hogy a kereskedelmi hálózat szerintem itt a fontos, nem itt a könyvkiadó, meg nem ez a rész. Érted, hogy most ez a kereskedelmi hálózat, ez 25 könyves volt? Nem. Szerintem jó. Nem. De az a baj, hogy nem tudom most megnézni. Nem is az a lényeg, hogy 25 könyves volt szerintem, hanem hogyha... Szerintem sokkal több. Tehát ha belegondolsz, minden plázában van. Minden plázában van. Ha Győrbe elmész egy az Árkádba, az van. Tehát minden olyan forgalmas helyen, ahol az emberek mondjuk így nem azért mennek, mert könyvet vesznek, hanem mert ott van, a Libri van. Igen. Jó, tehát nagyon kevés helyen van, nagyon frekventált helyeken vannak, meg nagyon sok városban csak Libri van. És mit gondolunk, hogy ez mit fog jelent? Mit jelent majd? Mi fog változni? Szerintem a kínálat. Hogyan fog változni a kínálat szerinted? Tehát, hogy előrébb kerül az Orbán Balázsnak az eszékötete a bejárathoz, és hátrább kerül a Bartók Imre? Nem, szerintem a kínálat úgy fog megváltozni,
hogy ahogy már elkezdődött, tehát én nem néztem, hogy már mentem egy karácsonykor, és a Szép Irodalmi Magyar részeknél Nyírő József volt kirakva életműsorozatként. Nem gondolom. Tehát szép bőrkötéses vasalbert. Nem olyan, nem bőr, hát vagy bőrkötéses vasalbert, valami. És nem is, szerintem lesznek ilyenek, amikre azt mondjuk, hogy, hogy akkor ezeket így előtérbe rakjuk. Ezeket a könyveket most is megjelentetik, meg, vagy megjelentették eddig is, lehetett eddig is vasalbertet bőrkötésben. Nem az a lényeg. Megvették is. Nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy hogyan fogják ezt át struktúrálni. Szerintem itt lesz először látható, hiszen ez látható volt már, amikor ezt a sok okos könyvet, ezt az alapjogokért központ, amiket kiad meg minden, tehát ha oda mentél arra a részre, hogy akár itt a pszichológiai résznél, vagy bárminél, olyanok voltak előtérbe rakva, amelyek ilyen jellegű művek voltak. Tehát ez azért ezt lehetett látni. Szerintem vannak dolgok, amik így, amiket tartani fognak, de keresni kell majd. Tehát nem lesz ott elől. Nem lesz a sikerlista. A sikerlista. Tehát az, amit senki nem tudja, hogy hogy rakják ki ezt a tizenvalahány könyvet. Azok fognak. Mert szerintem ilyenekkel fognak ilyen tök egyszerű, lassan kúszó dolgokkal, mint ahogy ez az egész, ahogy megfőznek minket, mint a békák. Ilyen szépen, lassan, pici lépésekkel. Az, hogy a könyvkiadásban mennyire fognak beleszólni, az... Azért hülyeség, hogy mondják egy csomóan, lehet, hogy belefognak, meg lehet, hogy belép a cenzúra, vagy öncenzúra, vagy bármi, de hát annyi ilyen kiadójuk. Az alapjogokért központban azt adnak ki, amit akarnak. Tehát itt ez mind meg lehet. Van egy csomó más, hát akkor átmennek a többiekhez. Tehát én azt gondolom, hogy a kiadóba bele fognak nyúlni, nem most, pár év múlva, de... De annak olyan nagy jelentősége nincsen, mert ebben az egész mert szerintem ennek az egész üzletnek nem az a nagy értéke, nem a kiadó, meg a kiadók, mert viszonylag sok kiadó van Magyarországon, akiket persze be lehet dönteni az óriási bolthálózattal, de pont ezért az óriási bolthálózat, aminek nagy jelentősége van, amivel már egyszer ugye az Alexandra majdnem bedöntötte az egész könyvpiacot. Na most azt a bunkós botot lehet lóbálni. Uh-huh. Ez az hát egyik. Ugye ez az egész könyvterjesztési modellnél az van, hogy a kiadók eléggé kiszolgáltatott helyzetben vannak, hogyha odaadják. Tehát, hogy nagyon későn kapnak érte pénzt. Ugye ez volt a baj az Alexandrával, hogy ott valami, nem tudom én hány hónapos elszámolások volt. Fél éves. Igen. Ami azóta egy kicsit változott, de nem lett gyökeresen más a helyzet. Szóval ez megint az, ami minden területen van, ami kommunikációval kapcsolatos, a Magyar TV-nél, az összes többinél, a csatornának a kontrollja az sokkal fontosabb, mint az üzenet, mert az teremti meg a lehetőséget az a stratégiai előny, és azt teremti meg a lehetőséget az összes taktikának a kihasználására, amiből majd a apró pénzre fordítható nyeremények jönnek. Hát nem tudom, én már egy ide, én amióta az MCC betette a lábát, én bevallom őszintén, nagyon kevés olyan dolog van, ami ennyire tudatosul szerintem az emberekbe, hogy mi nerhely, meg mi nem nerhely, meg aki erre így nagyon pluszot akar figyelni, akkor ezt lehet. De ez annyira nyilvánvalóan meg volt, mert tehát ez benne volt a hírekben, hogy én például a Libribe már nagyon rég nem vettem. Tehát én egyszer talán kínomba 2-3 éve, de nem vettem már. Nekünk azért is, mert ugye Esztergomba Líra van, és akkor én oda rendeltem könyveket, meg oda kaptam anyuiktól, onnan kaptam utalványokat, meg mindent, tehát nekem ez meg volt. Mi itt a helyi könyvesboltba vásároltunk, meg hát én rengeteget, én a kiadók oldaláról vásároltam már nagyon régóta, mert a kiadók szoktak szerintem reális akciókat csinálni. Tehát, hogy ez tényleg nagyon sokszor célzottabban tudsz keresni, úgyhogy én ezeket tudjuk javasolni. Helyi kiskönyv, független könyvesboltok, és például én meg vagyok győződve, hogy ebbe a budaörsi boltba
Itt például mindig van a kirakatban sok katolikus kiadvány, meg ilyen, tehát hogy ezek biztos, hogy nem értek velük biztos sok mindenbe, lehet, hogy oda szavaznak de egy szép boltot működtetnek, jó a választékuk, van minden, és beszereznek mindent, amit az ember szeretne. Kedvesek, van egy zongorájuk, és ugyanúgy szeretik a könyveket, mint én. Szóval, ha már ennyi közös van bennünk, akkor már még egy könyvesboltba menni. Mondjuk, hogyha könyvesboltunk lenne, és azt vennék, akkor lehet, hogy mi is a Bibliát raknánk ki a kirakatba. Ez azért egy komoly vita lenne, szerintem, ilyen szempontból, de csak a megfelelő körítéssel rakhatjuk ki a Bibliát. Van egy perced. Mi lesz könyvesboltunk? Lehet, hogy lesz könyvesboltunk, nem tudom. Van egy perced. Van. Nekem az Őrkény egy percesek, ugye elolvastam a fülszöveget, és arra a fülszövegre emlékeztem régről. Uh-huh. Én ezt régen olvastam, nem tudom, hogy 15 éve, vagy 20 éve, vagy több éve, uh-huh. Vagy 25 éve. Nem. Nem, annyi ide nem. Igen. De hogy emlékeztem arra a fülszövegre, és egyébként nagyon igaz, ami a fülszövegen van, hogy ami egyébként az egyik egyperces is a könyvből, uh-huh. hogy annyi idő alatt, amíg megfő a tojás, annyi idő alatt, amíg két megállót mész a busszal, annyi idő, ameddig... Egy korai Frey Tamással van dolgunk. Én máshova megyek vissza, nem a Frey Tamásra. Frey Tamás is hasonló. A Bábelről szóló epizódot hallgassátok vissza, és akkor megértitek, hogy miről van szó. Az is hasonlít ehhez, de én máshova akarok kiukadni, mert a sorban állás közben pont el lehet olvasni egy-egy percest. Uh-huh. Az azt jelenti, hogy teljesen tökéletes ez a könyv arra, hogy amikor elővennéd a mobilodat, hogy abban a 3 percben mit csináljak, megnézem, hogy mit írt a Telex, feltöltötte új YouTube videót a Józsi, vagy a Mari frissítette a TikTokját, az alatt pont el lehet olvasni egy másfél oldalast. És a hosszok meg tényleg a fél oldaltól mondjuk a 4 oldalig terjednek. Én szintén régebben olvastam, és most nekem nem volt időm újra olvasni, de én emlékszem, szóval magát ezt a könyvet szerintem egybe lehetetlen elolvasni, tehát hogy így egybe le, most persze el lehet, de szerintem akkor ütnek jól, hogyha tényleg hagysz szüneteket a közötte nagyon sokszor. Egy-kettő annyira nyilván nem, de azért szerintem azért így jók ezek között időt hagyni, és hát ugye Őrkény szerintem az a kevés magyar írók egyike, amiben azért mindenkinek meg kell egyezni, hogy Őrkény azért, hogy is mondjam, maradandót alkotott. Tehát nem tudom, hogy Szilárdunk hogy vélelkedik, hogy a 80-20-as szabályával kapcsolatban Őrkény hogyan áll, de én azért azt gondolom, hogy ő azért a 20-ban alkotott. És itt lehet azt mondani, hogy lehet vitatkozni ezzel, meg lehet ez, de az az abszurditás és groteszk, ami benne van, az nagyon sokban nem azt mondom, hogy megelőzte a korát, mert egyáltalán nem előzte meg a korát, de tűpontos volt. És a mai napig tűpontos, szerintem. Igen, és én ezt másképp fogalmaznám meg, vagy másképp is, vagy egy másik nézőpontból, hogy szerintem az Őrkény az utolsó vitán felülállóan minden oldalról és mindenkitől elfogadott nagy magyar író. És Kertész Imre nem? Kertész Imre nem. Vagy Szabó Magda nem? Igen, és akkor a Szabó Magda volt az, aki bejött nekem is, mert ő is nem régen, ő tényleg nem régen halt meg. Az ő virágzása egy kicsit később kezdődött, mint Őrkényé. De hogy ő is ebbe illeszkedhet, és onnan akar, Kertész nem. Kertész
biztos, hogy a nagyon sokaknak a 90-es évek elejé jegyzetei, meg újságcikkei, meg írásai miatt, amit így a saját magyarságáról mondott, az meg a magyarság az való viszonyáról, az biztos, hogy vörös posztó nagyon sokaknak, és a polc legaljára dobják. De szerinted egyáltalán tudnak erről az emberek, vagy erre emlékeznek, vagy bármi, vagy ez egy annyira... Szerintem vannak, akik tudnak róla, meg vannak, akik hallották a mások elbeszéléseit, és elég nekik az, hogy magyar gyűlölő volt, és ezen a felbontáson megállnak, és akkor inkább olvasnak Vasalbertet. De akkor miért van Kertész Imre intézetünk? Hát már Nobel-díjas. Ja, értem. Azért már van az Európai Unió, meg van a Brüsszel. Tehát van a jó Kertész Imre, meg van, amikor a kocsmában azt mondott, hogy ez a magyar gyűlölő szemét zsidó. Zsidó. Aha. De hogy vissza Örkényhez. Mondjuk erre a zsidózásról van egy érdekes tudtam, de mindig. Igen. Zsidózzunk egyet? Nem, csak mindegy, ez egy érdekes ízlesz, csak hogy a groteszkre. Tehát, hogy van egy kollégám a munkahelyen, és hogy így vannak az embernek ilyen olyan pillanatai, hogy ülsz egy irodába, meg csinálod ezt a munkát, meg van minden, és egyszer csak így megfelel a kollégát, hogy amúgy neked olyan dinári fejed van. És kiderül a kollégádról, hogy alapvetően nagyon sok más hobbija mellett... Mit jelent az, hogy dinári fejed van? Vannak ilyen, hogy a Máté ebben van benne, hogy a fejformád, meg minden, azok milyen népek keveredésére utal ilyen szempontból, és beosztott mindenkit, hogy kinek milyen a fejformája. És kettő dolgot tudunk mindenkiről. Egyrészt... Hú, hogy a Gerlócinak milyen lehet a fejformája. Igen, az nagyon sokszor eszembe jutott, amiközben olvastam. Nem mindegy. És lehet, hogy ott kellett volna ezt felhoznom, de mindegy, a groteszkhez is illik, és emlékszem arra pillanatban, hogy így ültem, és hogy mi, és kettő dolgot tudunk a csapat tagjairól, egyrészt, hogy a Harry Potterben melyik házba tartoznának, mert mindenkinek, aki kötelezően belép a csapatba, ki kell tölteni ezt a kérdőívet, másrészt pedig az, hogy kinek milyen a fejformája. És ezt a vitát úgy zártam le egyszer, hogy így milyen izé, hogy nem mindenki érti még teljesen ment a csapatban a humoromat, mondjuk úgy, és ennyit zártam le, hogy mivel nagyon sokfélék vagyunk, de két dinár is van, meg mit tudom én, meg ilyen, szóval sok mindent összeraktunk, hogy ki, honnan, hogyan, mi, és akkor összegeztük a dolgot, hogy azért megnyugodhatunk, zsidó nincs köztünk. És erre így volt, aki megrökönyödve nézett rám, volt, aki felharsat, de annyira jól jött ki Dávid, és én soha nem szoktam ilyet, meg minden, de hogy ugye ott találgattuk, hogy van akinek ugye Erdélyből jött át, van akinek ilyen, van aki sváb, vagy szláv, vagy valami. Ugye mi, nekem biztos van valami délszláv, vagy cigány. Szóval vannak ilyen dolgok, és akkor erről így beszélt, és akkor így kiderült, hogy sváb, cigány, minden valamilyen szempontból valahogy van, és akkor így összegeztem a dolgot, hogy zárjuk már ezt le, és mondom, tehát a groteszk, tehát hogy ez egy nagyon groteszk helyzet volt ez az egész, és hogy ez így nem, azért nem ül mindenkinek. Erre akartam így visszakötni Örkényre. Tehát én azt is megértem, hogyha valaki Örkénnyel vitatkozik, meg hogy ez egy mennyire fura, tehát hogy ez, hogy is mondjam, Rákai Filip lehet, hogy azt mondaná erre, hogy ez azért... nem egy magas művészet, és nem egy ilyen romantikus, és melyik? Örkény. Aha. Szerintem nem. Akkor nem olvasott Örkényt. Azt én biztos mondaná, vagyok benne, hogy nem olvasom. Nagyon nem vagyok benne. Az ember soha se tudhassa. Szóval azért elég jó. Alapvetően nagyon magas minőségű írások vannak itt. Nyilván, mivel hát százas nagyságrendben, nem százasban, de ilyen 60-as, 80-as nagyságrendben vannak benne novellák, nyilván van benne gyengébb minőségű is, de alapvetően nagyon erős szövegek, és nagyon jól működnek. És azon gondolkodtam, amikor olvastam, hogy van viszont sok, amit a mi lányaink már nem biztos, hogy érteni fognak. Aha. Például a hálapénzről szóló. De hogy nem fogják érteni? Nem vagyok benne egyébként teljesen biztos. Tehát, hogy nekünk az
az teljesen beleégett a mi generációnkba, meg az a, előző generációba, meg az előző generációba is, de érted, hogyha ők a következő 20-25 évben nem fognak ezzel a helyzettel találkozni, akkor tök idegen lesz nekik, és nem fogják tudni hova tenni. Mert zárójelben nekik már az lesz a normális, hogy van a TB, meg van a Medicoverben a biztosítás, és nem úgy állnak hozzá, hogy a állami rendszerben kifizetik, hanem hogy elmennek magánba, és arról meg kapnak számlát, és ez teljesen más, mint az a hálapénz is, meg a rendszerben megvett extra kiszolgáltatások. És aztán ez, hogy a rendszerben hogyan veszel meg kis extra szolgáltatásokat, meg hogyan próbálsz egy kicsit tuszkolódni, meg egy kicsit kényelmesebben, meg egy kicsit jobban élni, meg egy kicsit előbbre kerülni. Az nagyon sok novellában visszajön. Az autószerelőstől kezdve hálapénz, és az nagyon ilyen volt, mert pont akkor kezdtem el ezen gondolkodni. Lehet, hogy magát a hálapénzt nem értik, de a motivumot biztos, hogy fogják érteni. Uh-huh. Mert a motivum marad. A motivum szerintem a török idők óta van velünk, amikor mindenki azon izélt, hogy ezzel, tehát hogy nagyjából az történt, hogy mindig mindenki vele, tehát bejött a labanc, az elvitte, bevitte a kuruc, az elvitte, bejött a török, az elvitte, bejött a nem tudom én, minki, az elvitte. Tehát nagyon sokáig az emberek azt élték meg itt ezen, és hogy ezen a 20. században sem éltek meg mást, hogy mindig jött valaki, és elvitte, ami van. Tehát addig kell felélni, addig kell használni, amit van. És ami nekem jó, addig minden oké. Az, hogy a többiekkel mi lesz, meg mi van, nem tudok ezzel foglalkozni, mert azért küzdök, hogy a felszínen maradjak. És ez a felszínen maradás, és hogy azért küzdök, hogy felszínen maradjak, ez szerintem a mai Magyarországnak is egy nagy sajátossága. És ezért én azt gondolom, hogy amit Örkény leírt, lehet, hogy fura lesz kicsit a hálapénz, vagy valami, de a motivumok meg lesznek. Ezek nem változnak. Azt gondoljuk, hogy mindig minden korszak meg generáció felkapja, fel vannak a... Na, tehát az ember marad. Igen. Most azért nagyon jelentősítéssel rám néztél így fél profilnál. Nem, azon gondolkodok, hogy van-e még valami, amit ehhez hozzá akarok eltenni, de szerintem nem. Egy perces tetszett a legjobban. Vagy volt-e ilyen, ami... Mert többször felnevettél, azt tudom, miközben olvastam. Hát, nem tudom, ki kellett volna jegyzetelnem. Na, sok volt, és az a baj, hogy... Ami egyébként lehet, hogy egy kritikája is ennek, hogy sok, és jön a következő. És nem az, mint egy regénynél, hogy bent vagy a sztoriban, és próbálod a metaforákat felfejteni, hanem tényleg egy rövid sztori, és aztán jön a következő. Szerintem az izét, az egyperceseket, pont de ezért lettem, én ezt mondtam neked, hogy ezt nem lehet egy helybe elolvasni. Tehát ezt így egybe olvasod, megvan az egésznek az élménye, de külön-külön nem maradnak. De ezért is ül az én okostelefonos hasonlatom, mert ott sem ad maradandó élményt, hogy a soronálás közben megnézed, hogy a Facebookon a Józsi kitette az új bringás posztját, vagy megjelente az új cikk a Telexen, vagy az Origón. Lehet, de hogy én azt gondolom, hogy Örkénynek az egypercesét inkább úgy lehet, hogy mintha valami, tudod, mint amikor mindig a január 1-én elkezdik meg, hogy a LinkedIn van tele ilyenekkel. Hogy minden nap egy-egy perces. Minden nap egy-egy perces. És akkor egy ilyen nézés. Én idén azt találtam ki, hogy idén, vagy a héten, minden héten egy órát. És akkor van egy heti egy LinkedIn posztja arról, hogy ő ezt az egy fogadalmát hogyan nem tartotta, vagy tartotta be, és akkor megy a projekt. Tudom ajánlani az embereknek, hogy projektként vegyék fel Örkény egy percest, és minden nap olvassanak egyet. Én meg azt ajánlom, hogy legyen bent a akár legyen rajta a mobilodom, és amikor éppen sorban állsz, vagy vársz a villamosra, vagy mész tovább egy megállót a busszal, akkor meg ezt olvasd el a helyet, hogy fölmész a Twitterre, meg az Instára. Legyen így? Még vissza akartam egy picit menni abba,
hogy ő-e az utolsó ilyen olyan konszenzusos nagy magyar író, akinek a legutolsó faluban is ismerik a nevét. Nem kell az, hogy olvassák, de én nekem az az elméletem, hogyha elmegyek egy bármelyik nyugat-magyarországi vagy alföldi falu kocsmájába, és ott azt mondom, hogy Örkény István, akkor tudni fogják, hogy ez egy író volt. Ugye azért őt azért egy népszerű író volt, mert ugye a latinovicsos tóték feldolgozása szerintem tehát az még az az időszak volt, hogyha volt egy ilyen film, akkor azt a többség látta már. Hát ez volt a 90-es évekig. Igen. Ha azt a többség látta már, lehet, hogy egy év múlva, vagy két év múlva látták a tévében, és egy tévéadás volt, tehát... De nem is csak az öregek, hanem szerintem nagyon... Hát mert Örkény benne van szerintem a tanrendben is, hogy legalább szót ejtenek róla. Persze. Tehát, hogy ez így megvan. És akkor Szabó Magdával, és akkor az egy érdekes kérdés, Szabó amit Magda megoncsuk ki, hogy... kevéssé van benne ilyen. Tehát, szerintem Szabó Magda a fejekben is kevésbé van benne, mint Örkény. Ami nekem nagyon fura, mert Szabó Magda meg azért lehetne, mert maga a Szabó Magda az ifjúsági könyveke, ugye mi olvastuk az Állarcos Bát, meg azért neki ott van az Abigail, meg minden, tehát úgy szerintem benne van Szabó Magda. Nekem az volt a fura, amikor tizenévesen rájöttem, vagy ilyen inkább a 20-as éveim elején, hogy Szabó Magda nem csak ezeket írta, amiket én addig olvastam, mert én csak az ifjúságiakat olvastam addig. Abból ezeket elolvastam, de azt, hogy neki van egy fürelésze, az ajtója, vagy bármi, azt én nem detektáltam, szerintem 17-18 éves koromig. Inkább szerintem az, hogy a Szabói Magdai életmű, az egy sokkal gazdagabb és színesebb dolog ilyen szempontból. Ugye a 20. század kényszerítette szintén erre, hiszen ő is egy olyan író volt, aki hát volt egy időben, amikor nem publikálhatott, és az ifjúsági irodalommal tért vissza azért. Hát, mint a Vörös Sándor a gyerekversekkel. Hát, igen, meg ott a feleségek is nagy szerepe van, amiben azt mondom, hogy Vörös Sándor visszatért. Tehát Vörös Sándor is egy... Ha van ember, aki csak egyszer úgy egy ilyen estén úgy ültem volna mellette, az Vörös Sándor. És nem is voltunk olyan messze térben, csak időben tőlem, mert az megvan, hogy amikor a Törés utcában laktunk, ő onnan egy saroknyira vagy két saroknyira élt. Ott a fagyizó kicsit följebb, igen, a körforgalom felé van egy fagyizó a sarkon, igen, vagy abban az utcában, vagy egyel följebb. Igen, ezt utcában. Így, hogy mondtad, így már emlékszem. Hát időben voltunk, nem a térrel van a gond, Dávid, hanem az időben, hogy eléggé vaskos problémák vannak. Jó, mondjuk Örkényen is szívesen. Na mindegy, szóval nem játszom most ezt, hogy melyik halottal vacsoráznál egyet című játékot, de... De jövő hétre ezen gondolkodunk, és ez vissza fog térni egy rovattal. Melyik halottal vacsoráznál? Hát, igen, van pár. Viszont jövő héten akkor egy igenis két hét múlva egy igenis nagyon élő íróval fogunk foglalkozni, Gerlóci Mártonnal. Nem először foglalkozunk vele, sőt, talán ő lesz az, akivel az egyedüli író, akivel harmadszorra foglalkozunk. Hiszen Mikecs Anna Altató, beszéltünk a Katlanról. Igen, is. Igen. Persze. Beszéltünk a Katlanról is. És ezért szóval mi úgy követjük ezt, azt is mondhatnám, hogy Gerlóci Márton a mi blikkünk. Tehát mint bulvároson az egész családját most már úgy tudjuk szegről végről, ja, meg igen, nem családját. Ugye a Mikecs Annával megtudtuk egész korántól kezdve. De én nekem erről majd két hét múlva beszélünk, de ebben a regényben derült ki, hogy olyan regényeiben, amit nem olvastam, abban is így írt a családjáról. Igen. Tehát, szerintem ez egy komoly terápiás dolog, ahogy ő ezt túlélte. Hát, meg ez lehet az ő témája. És, na mindegy, azt mondom, akkor a következő adásban megtudhatjátok, hogy hogyan változott meg a hozzáállásom sok dologhoz,
kapcsán, a fikció regény olvasása kapcsán. közben? Örvény. A fikció kettő örvény Olvasása közben. közben. Nehéz Fú, lesz ez. igen. Nehéz Olyan, lesz ez. mint hogyha én Európai Uniós intézménye, ahol dolgozom, miattuk Az volna nagyon a fura. címet Az neki. nagyon fura. Mert ott is Igen. olyan címek vannak, mint hogyha egy tanulmánynak adnál címet visszafelé. És utána, Gerlaci Márton után pedig bemerjük vállalni? Igen, hát éljünk Éljünk veszélyesen, mert vele. egyébként úgy van, nincsen durván szedve. Tehát 440 oldal, de szép, de Nagy Margóval szedett, Karen Blixen Távol Afrikától című regénye, amivel amiből a Meryl Streep film is Meryl Streep? Meryl Streep van benne, igen. Film is Azt hiszem készült. Robert Redford-dal szerelmesen, és hogy én ezt alapvetően, én ezt így láttam, ezt a filmet, ez egy nagy-nagy romantikus melodráma, és amikor ez egy jótékonysági könyvásáron került elém ez a könyv, és onnan hoztam el, ez volt talán az egyetlen könyv a Janka képregényeink kívül, meg a Marcus Aurelius emlékedéseken kívül, amit elhoztunk, és hogy én ezt úgy döntöttem, hogy akkor én itt az idő, és elolvasom ezt a melodramatikus könyvet. Hát ez nem az. De erről 2 hét múlva, vagy 4 hét Négy múlva múlva. fogunk beszélni. Egyáltalán nem ez a dolog, és itt egy érdekes témám lesz Hollywoodról és az egész filmiparról. De szerintem ez egy nagyon jó könyv. Én eddig a felénél tartok, és nagyon örülök, hogy ilyen dolgok egy jótékonysági könyvásáron a szemem elé kerülnek, és annak ellenére, hogy már nem tudom sehova rakni, leveszem a polcról. És ami még majd lesz, az a három test problémából sorozat a Netflixen. Ne! Valamikor, vagy ősszel, vagy januárban, de szerintem ősszel. Úgyhogy majd azt Tudja, el arról is. fogják rontani. Azt Hát az nem bízok bennük. az első tréler alapján, hogy Meg kell néznem. megnézzük majd, és akkor beszámolunk róla. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok!